Karcagváros polgármestere rendhagyó módon köszöntötte és biztató szavakkal szólt az érettségi előtt álló diákok felé. Kedves középiskolás végzős tanulók! Ez az év is különleges számotokra, hiszen a tanév igazából szinte el sem kezdődött, és már is véget ért. Hetek, hónapok teltek el úgy, hogy üres az iskola és üresek a tantermek, ti nem vagytok ott. A távoktatás, az új oktatási forma működött, működik, de valójában most fog kiderülni, hogy milyen sikerrel. A képernyő előtti találkozások sosem fogják pótolni az osztályközösségek mindennapjait. A számítógép előtti kérdőívek kitöltésének izgalma játéknak tűnhet, ahhoz az izgalomhoz képest, amit a katedrán állva élhettek át szóbeli felelés közben. A sport és tanulmányi versenyek pedig örökre hiányozni fognak. Ahogyan azonban Herakleitosz megfogalmazta, minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni. A következő napokban a vizsgákkal teli időszak kihívásai elé néztek. Írásbeli és gyakorlati, majd néhányótoknak szóbeli vizsgák, utána pedig a felvételik időszaka. Nehéz volt tehát a felkészülési időszak, melyért köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, hogy igazodva a helyzet okozta nehézségekhez, kihasználva a lehetőségeket, mindent megtettek azért, hogy felkészítsenek benneteket az előttetek álló vizsgákra, megmérettetésekre. A tudás a tiétek, éljetek vele. Ha jól sáfárkodtok vele, akkor könnyebben eligazodtok a világban. Kedves érettségiző diákok! Kívánok mindannyiótoknak sikeres vizsgákat! Kívánom, hogy teljesüljenek elképzeléseitek, vágyaitok. Legyetek sikeresek, boldogok, egészségesek. Vigyázzatok magatokra, egymásra, barátaitokra, szüleitekre, nagyszüleitekre.